Elsősorban az óvodás korosztályt és szüleiket várták a szervezők a hangszersimogatóra, amely évről évre egyre népszerűbb program. A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység vezetőjétől megtudtuk, abban bíznak, hogy az itt megforduló gyerekek közül sokan kapnak kedvet a zenetanuláshoz és a hangszeres játékhoz. Egy kicsit mindenből élményt kapnak, kicsit mindenből ihletet meríthetnek. Igyekeztünk egy interaktív élményfoglalkozást szervezni a fiataloknak, és hát azt gondoltuk, hogy a Mikulás ebben nagy segítségünkre lesz. Ugyanis legutóbb márciusban szerveztünk egy gyermekkoncertet és hangszersimogatót, akkor először teszteltük ezt az épületet ilyen funkciójában, és úgy gondoljuk, hogy mivel nagyon sikeres volt a rendezvényünk, ezért szerettük volna ezt még egyszer megszervezni. A szombat délelőtti programra most is sokan látogattak el. Koromné Tösmagi Lejla kislányával és keresztlányával érkezett. Mindkét kicsi nagyon lelkes volt. Nagyon érdeklődik, csak ugye nem merem úgy közel vinni, mert nehogy hirtelen megijedjen a hangozzajtól, de szerintem nagyon örül neki, hogy el tudtam hozni. Az apukája is ilyen zenei pályán volt eddig, hogy bassgitáros, de hát reménykedek benne, hogy a kislány is valami gitár, vagy valami zongora. Szeretném, de nem fogom erőltetni ki persze. Mi mindent próbáltál ki? Milyen hangszereken játszottál? Dobon, ütősíten, aminek nem tudom a nevét, zongorán, az nagyon jó volt. A Művészetek Labirintusa elnevezésű rendezvényen a családok szinte az egész tavaly átadott iskolát bejárhatták, miközben a gyerekek rengeteg hangszert próbálhattak ki. A programot emellett egy rövid koncert is színesítette.